Tavaly adták át Ibrányban ezt a belterületi útszakaszt a város északi iparterületén. A korszerűsítésnek köszönhetően több száz munkavállaló jut el komfortosabban munkahelyére. Ez pedig már egy idén megvalósult fejlesztés a Katona József utcán, amely új burkolatot és korszerű vízelvezetőt kapott. További 6 szakaszt aszfaltoztak újra ebben az évben. Trencsény Imre, Ibrány polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, egyre jobbak a közlekedési feltételek a városban. Természetesen nem dőlhetünk hátra sohasem, és el kell, hogy mondjam, hogy készítettünk elő egy nagyobb volumenű pályázatot, amelyet szeretnénk szintén uniós forrásból megvalósítani. Ennek a keretében további 8-10 utca fejlesztését szeretnénk majd megvalósítani. Hát bízom benne, hogy ezek a pályázataink is majd pozitív elbírálásban részesülnek a jövőben. Tehát szeretnénk továbbfejleszteni az útjainkat és megtartani ezt a szintet, amit a lakosság Ibrányban megszokhatott a korábbi években. Nem csak a várostáblákon belül, hanem külterületen is javulnak a közlekedési feltételek. Az önkormányzat 272 millió forint támogatást kapott mezőgazdasági út fejlesztésére, amelyet a Tisza parthoz vezető töltésen tudnak majd megvalósítani. Nem csak a megközelítése válik könnyebbé, hanem maga a part is átalakulhat a közeljövőben. Az önkormányzat különböző fejlesztésekkel szeretné fellendíteni a turizmust. A legfontosabb lépés, amelyet ebben tudott tenni a testületünk, az az, hogy visszavásároltuk a régi ifjúsági tábor területét, amely magánkézben volt évekig, évtizedekig. Ennek a rendbetétele elkezdődött, és itt szintén szeretnénk majd ősszel egy pályázatot benyújtani, turisztikai célú pályázatot benyújtani, amely, hogyha sikerül, akkor szeretnénk olyan feltételeket, olyan infrastruktúrális feltételeket megteremteni, hogy újra lehessen táboroztatni gyerekeket Ibrányba, hiszen ez hosszú éveken keresztül így működött, és nagyon nagy élete szóló maradandó emlékeket szerezhettek itt a gyerekek. Mindenek előtt ennek a feltételeit szeretnénk megteremteni Ibrányban, tehát vizes blokkot, öltözőket, szálláshelyet kialakítani, de természetesen, ahogy elmondta, nagyon fontos a megközelíthetőség és a Tiszapartunknak. Szeretnénk még kerékpárúttal megközelíthetővé tenni, illetve a védett oldalon is, tehát a strand részén is tovább fejleszteni, ahol már hozzáteszem sikerült fejlesztenünk, szintén hazai kisfaludi forrásból, illetve a Kajakkenu Szövetségen keresztül tudtunk komoly fejlesztéseket megvalósítani. Ezt az önkormányzati kézben lévő óvodát tavaly újították fel, idén pedig másik két intézmény fejlesztése kezdődhet meg. A baptisták által üzemeltetett Csicsergő óvoda rekonstrukciójára és a református óvoda energetikai korszerűsítésére is adtak be pályázatot, ennek elbírálása a következő hetekre várható.